A lányomhoz mentem látogatóba Texasba, aki megkért, hogy segítsek felrakni a tapétát a fürdőszobában. Így segítettem neki. Amikor a létra tetején álltam, hogy rögzítsem a tapétát, a létra megcsúszott a márványpadlón. Leestem rá a jobb lábfejemre, és eltörtem a sarkamat. Gyorsan kórházba vittek, megműtötték a lábam. Nagyon zűrös volt az egész. Phyllis Lutrou tisztán emlékszik erre az 1995-ös napra. Egy hosszú felépülési időszak után újra képes volt járni, és nem volt baja a lábfejével egészen 2012-ig. Minden reggel, mikor felébredtem, fájt a jobbokám, a térdem és a csípőm. Azt gondoltam, ízületi gyulladásom lett ott, ahol megsérültem. Lemenni a lépcsőn, lehajolni, hogy felvegyek valamit a padlóról, mind-mind fájdalommal járt. Egy kín volt az egész. Phyllis igyekezett folytatni a hosszabb erdei sétákat, de rá kellett jönnie, hogy erre már nem képes. Fájt a mozgás, de elfogadtam. Azt gondoltam, ez az öregedés velejárója. Körülbelül 2 évig ment ez így. Próbált minél jobb formában maradni, és imádkozott az Úrhoz, hogy vegye el a fájdalmat. 2014. június 13-án el is jött a gyógyulás napja. Épp bementem a házba, és bekapcsoltam a tévét, ahol a 700-as klub adása ment. Gordon imádkozott, és bár nem emlékszem pontosan a konkrét szavakra, de említette, hogy valakinek a lábfeje meg fog gyógyulni. Minden fájdalom el fog tűnni. Van valaki, akinek a lábfejével van problémája, és most éppen nézi az adást, és szeretné, ha imádkoznánk érte. Ég a talpa, nehezére esik a járás, és nagyon szenved. Isten most meggyógyítja önt. Érezni fogja, hogy a gyógyító erő átjárja a talpát. A Jézus nevében ön meggyógyult. Azonnal éreztem, hogy értem imádkozott. Egy melegséget éreztem a testemben. Felálltam, és elkezdtem dicsőíteni Istent. Talán az is elhangzott, hogy álljak fel. Álljon fel, és tegyen olyat, amit eddig nem tudott. Én meg válaszoltam a tévének, hogy már felálltam. Azonnal tudtam, hogy Isten meggyógyított. Annyira örültem, hogy mindenkinek elmondtam, mit tett velem Isten. Attól a naptól kezdve semmilyen fájdalmam nem volt a lábfejemben, a térdemben, de a csípőmben sem. Újra szeretek sétálni. Végig tudom csinálni a 2 órás sétámat anélkül, hogy bármilyen fájdalmat éreznék. Múlt héten kifestettem az egyik szobámban a plafont, fel alá mászkáltam a létrán, és egyáltalán nem éreztem fájdalmat. Nem kellett műteni, nem fáj. Isten meggyógyított.